Cyberbullying, vagyis internetes zaklatás. Ez a probléma minden hatodik magyar középiskolást érinti a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatása szerint. Ez azonban csak egy a virtuális tér veszélyei közül. A szakemberek szerint a másik gyakori gond, hogy a gyerekeket túlságosan magával ragadja az online világ, emiatt pedig elszigetelődnek. A digitális eszközök, az online világ sok szempontból nagyon hasznos, és sok mindenre lehet használni, csak még nem tudjuk, hogy hogyan, nem tudjuk, hogy mennyit, nem tudjuk, hogy mikor lehet pontosan közelengedni hozzá egy gyermeket, viszont azt tudjuk, hogy ha ez nem jól történik, akkor ennek következményei vannak, és ezekkel a következményekkel találkozunk nap mint nap. Amikor egy családban nincs megfelelő kommunikáció, a gyermek elszigetelődik. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával közösen most új képzést indít a gyerekekkel foglalkozó szakemberek számára. Ennek célja, hogy erősítsék a fiatalok médiatudatosságát. Magyarországon nem volt még netcoach felnőtt képzés. A netcoach érdemes meghatároznunk, hogy mit is jelent ez a szakember típus. A netcoach olyan tanácsadó, aki a fiataloknak, osztály közösségeknek, az iskolákban, pedagógusoknak, a fiatalok szüleinek segít abban, hogy az internetet, a közösségi médiát okosabban használjuk, óvatosabban használjuk, tudatosabban használjuk. Ez lehet egyéni tanácsadás, előadások tartása, közösségi események. Azt szeretnénk itt az NMHH-ban, hogyha sokkal többet beszélnénk, foglalkoznánk azzal, hogy a fiatalok digitális média értése, média kultúrája mit jelent, hogyan lehet ezt fejleszteni. A programra főleg pedagógusok, pedagógus hallgatók, valamint a média kommunikáció vagy a pszichológia területén dolgozók jelentkezését várják február 12-éig. A jelentkezők pedig áprilistól egy hat alkalomból álló intenzív képzésen vehetnek részt. Az órákon több tudományterület képviselői segítik majd a leendő tanácsadókat. Nagyon fontos üzenet, hogy ez egyáltalán nem szakembereknek szól, ha informatikának vesszük ezt a szakértelmet, hanem bármilyen olyan nyilván valamiféle alapképzettsége rendelkező embernek, aki felnőttekkel, gyerekekkel foglalkozik ilyen területen. Az NMHH korábban több más kezdeményezést is elindított, hogy segítse a médiatudatosság erősítését. Ilyen például a Mobil a családom program, amely 10 fontos tanácsot fogalmazott meg a mobileszközök használatáról.